Üdvözlök mindenkit a Videodron filmes csatornán, nézzük az Elvis című film bemutatóját. Mindenképpen érdekes dolog a király életével kapcsolatban, hogy Hollywood eddig nem ugrott rá a témára. Hiszen mégiscsak a 20. század könnyű egyik legismertebb és egyben legnagyobb hatással rendelkező előadójáról van szó. Persze voltak már próbálkozások, ezek közül talán a leghíresebb John Carpenter 1979-es filmje, ahol Kurt Russell játszotta Elvis-t. Azonban eddig Hollywoodi film nem dolgozta fel a király életét. Egyáltalán nem meglepő módon azzal az ötlettel, hogy Elvis mozit készítene, Bez állt elő a nagy Gatsby után. Ha valaki követi a direktor pályáját, mondjuk a kötelező táncok óta, akkor pontosan tudja, hogy ez a téma nagyon fekszik neki. Én magam Bezlőrment leginkább a Gics királyának tartom, ugyanakkor el kell ismernem, hogy készített néhány kiemelkedő mozit. Bár kétségtelen, hogy nagyon sok időt telt el, mire megvalósult filmterve, amikor először hallottam róla, úgy éreztem, hogy jó kezekben van az Elvis film. Abban pedig, hogy a stúdió rábólintott erre a filmre, valószínűleg nagy szerepe van a Bohém rakszódia, illetve a Rakitmen sikerének. Nos, először is érdemes feltennünk egy érdek még Mégpedig azt, hogy mitől lesz jó egy életrajzi film. Zárójelben megígézném, hogy itt azt próbálom megvizsgálni, hogy mitől lesz jó egy film, nem pedig azt, hogy mitől lesz szórakoztató. Nos, szerintem két út van, az egyik, amikor az adott személy életét úgy tudja bemutatni a film, ahogy még nem láthattuk. Gondolok itt arra, amikor kevésbé ismert információkat is felhasznál, illetve egy új látásmódot. Hasonló, amikor egy olyan ember életét dolgozza fel a mozi, akinek ismertnek kéne lennie valamiről, mégsem az, ilyen például az alapító. Szerintem a másik módszer, ami működik, amikor azt próbálja meg bemutatni a film, hogy miért hívunk valakit legendának. Bár sok hibája van, ennek ellenére tökéletes példa erre Oliver Stone Dorse filmje, ahol azt sikerül bemutatnia, hogy Jim Morrison hogy vált legendává. De vajon Baz men melyik módszert választotta Elvis moziában? A történet 1997-ben kezdődik, amikor Elvis Presley menedzsere halálos ágyán próbál minket meggyőzni arról, hogy valójában ő nem akkora szemétláda, mint amekkorának gondolják. Ergo Elvis történetét tulajdonképpen ő meséli el nekünk. Majd visszapörgetjük az időt, láthatjuk Elvis felemelkedését, majd azt is, ahogy az ezeredes végig egyengeti útját a világhír felé. Utána természetesen megkapjuk a király hattyúdalát, illetve kiderül a menedzserről, hogy pontosan akkor a patkány, mint ahogy írták róla annak idején az újságok. Maga a film két teljesen eltérő jellemű férfi ambivalens kapcsolatára koncentrál. Amit láthatunk a filmben, szinte a bántalmazó kapcsolat iskola példája. Kétségtelen, hogy Tom Parker csinált Elvisből világsztárt, ugyanakkor a végletekig kiszipolyozta. A film során egyértelművé válik, hogy a menedzsernek egyetlen egy célja volt, minél több pénzt kisajtolni Elvisből. De meg kell említeni, hogy a mozi Elvis-t meglehetősen befolyásolható módon ábrázolja. Bár Parker nem volt egy jó ember, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy vajon nélküle Elvis világsztár lett volna-e. Szerkezet tekintetében érdekes módszert választ a rendező azzal, hogy a mozinak két főszereplője van, Elvis, illetve menedzsere. Ennek köszönhető, hogy bár a nézők nagy része valószínűleg annyira nem kíváncsi az ezredesre, mégis mivel ő a narrátor, tulajdonképpen szerepe szinte vastagabb, mint elviszé. A film egyszerűsít abban a tekintetben, hogy az utolsó fél órát leszámítva Elvis csak pozitív karakternek mutatja be, még pár kört negatívnak. Így akár úgy is fogalmazhatnék, hogy a mozi túl misztifikálja Elvis karakterét, még pár körét leegyszerűsíti. Ráadásul az ezeredes narrációjának van még egy hátránya, azt az elvis ismerhetjük meg, akit ő látott. Ezért is van az, hogy amikor meghal a király anyja, akkor láthatjuk, hogy milyen rosszul érinti, de valójában a belső folyamatokból kimaradunk. Kicsit olyan érzésem volt, hogy a filmnek köszönhetően nem magát a királyt ismerhetjük meg, hanem azt, hogy egy nagyon hozzá közel álló ember mit gondol róla ami mindenképpen óriási pozitív van a mozival kapcsolatban, hogy Bess Lörmen meglepően érdekes összefüggésekre világít rá. Nem csak Elvis életébe tekinthetünk bele, hanem az amerikai társadalom akkori állapotába is. Valójában az Elvis egy meglehetősen realista és tárgyilagos mozi, ami egy kicsit zárójelbe helyezi a király negatív oldalát. Bár Bezlörmen nem hazudtolja meg önmagát, ugyanakkor a gicsből határozottan visszavesz. Akikről még mindenképpen beszélnünk kell, és egy életrajzi film esetében elengedhetetlen, azok a színészek. Austin Butler nagyszerű alakítással rukkol elő, és valószínűleg találkozni fogunk a nevével az Oscar jelöltek listáján. Bár egyértelműen levette az énekes stílusát, ugyanakkor sikerült némi saját ízzel is megtöltenie alakítását. Tom Hanksről szintén csak pozitívan tudok nyilatkozni, szinte Lubitszkola negatív karakter szerepében. Ugyanakkor úgy érzem, hogy a forgatókönyv belőle egy picit többet is kihozhatott volna, túlzottan le van egyszerűsítve párkör ezredes. Bár szinte ő a főszereplő, valódi önkritikát nem gyakorol a filmben. Van azonban néhány dolog, ami határozottan zavart az Elvis filmben. Valójában úgy érzem, hogy a mozinak nem sikerült megfogni azt a folyamatot, hogy Elvisből hogy lett király, majd legenda. Végső soron az bemutatja, hogy miben tért el a többi énekestől, de azt, hogy miért törültek megérte az emberek, nem. Hogy úgy fogalmazzak, magának az Elvis jelenségnek a bemutatásával picit adós a mozi. Azt is el kell ismerni, hogy Bezlörmen egy nagyon vizuális rendező, és sajnos ez néha a forgatókönyvön meglátszik. Ráadásul Elvis életének az igazán sötét oldalát szinte teljesen kihagyja a film. Bár megpendítése kerülnek a gyógyszerek, illetve elvisz de ezeknek a kiteljesedése nem. Pont ezért ebben a formában viszonylag gyorsan kifogy a szufla a történetből, inkább egyfajta nagyszerű megemlékezést láthatunk a királyról. Aki eddig is ismerte és kedvelte a királyt, az biztos, hogy fogja szeretni a mozit, de aki most találkozik vele először, abban számtalan kérdőjel fog felmerülni. Bez egy kicsit másfajta életrajzi filmet mutat nekünk, mint amikhez eddig hozzászokhattunk. A módszere nem rossz, és érdekes is, ugyanakkor a legenda megszületésének bemutatása nekem egy picit hiányzik. De azt mindenképpen megígézném, hogy Elvis életének bemutatása két jellem harcán keresztül meglehetősen újszerű dolog. Szerintem Bezlörmen nagyszerű módon megemlékezik a királyról, ugyanakkor az életét ennél sokkal jobban is feltárhatta volna. Az elvis nem csak a király rajongóinak ajánlom, hanem azoknak is, akik kedvelik Bezlőrmen korábbi munkáit, illetve az életrajzi mozikat. Összességében én kimondottan kedveltem a filmet néhány hibájától eltekintve, így 70%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!